Főtisztelendő plebános atya, tisztelt polgármester urak, Krisztusban szeretett testvéreim! Szent István királyunk elrendelte, hogy minden 10 falu építsen templomot. Felesége Gizalla gondoskodott arról, hogy a székesegyházaknak legyen liturgikus ruházata, és azokat elküldte minden püspöki székhelyre. Szent László királyunk pedig tovább gyarapította a templomoknak, a szerzetes házaknak, apátságoknak, prépostságoknak a számát, javadalmakkal látta el azokat, és egyre szebbé tetette. Nagyon sok templomi freskó megmaradt abból az időből, és éppen Szent László királyunkat ábrázolja egy-egy hős jelenetével, nem csak a mai Magyarországon, hanem a történelmi Magyarország legtávolabbi pontjain is ott látható a középkori templom freskókon az a Szent László király, aki már eszménnyé tudta tenni a kereszténységet, belsőleg is, nem csak külső formája szerint átalakult az ő királysága idején már a nép, és a 7. Gergely-féle reformot, a Szent Pápa által elindított nagy megújulást, mint egy kötelezővé tette az 1092-es szabolcsi zsinaton, és már akkor bevezették az esti kötelező imádságot a harangszóval kísérve. Szent László jól tudta azt, hogy a nép, ha kell, akkor a kötelezés útján tér csak a jobb útra, majd pedig önkéntesen is teszi, amit megismert és megszeretett. Ebben az ünnepi szentmisében méltó dolog, hogy önmagában a templomról is elmélkedjünk, hiszen, ahogy tudjuk is, a vihar által lesodort keresztet sikerült nagyon rövid idő alatt megújítani, szebb lett, mint volt, s reméljük azt, hogy maradandóbb is. A templomok valamiképpen végig kísérik az emberiségnek az életét, már a pogányságban is ott vannak a kultikus helyek, de ott van az Ószövetség nagy temploma, a jeruzsálemi, a Salamon előtti, vagy a Salamon által épített, a babiloni fogság idejére lerombolt, majd újraépített templom is, de miután azt is lerombolták, a zsidóságnak már csak zsinagógái maradtak, ahol nem mutattak be áldozatot, csak a Tórát, az Ószövetség szent könyveit olvasták, magyarázták és énekekkel kísérték. A kereszténységnek először nem volt temploma, de amikor megengedte a vallásszabadság kivívásával az állam, templomokat építettek, bár jól tudták azt, hogy Jézus maga magát tette meg templomnak. És a templom ilyen formán sokkal többé vált, mint egy kő épület, hanem az Isten fogható jelévé, helyévé lett, mert Jézus ott maradt a népben, nép körében, mennybe menetele után is, az evangélium szavában, az oltári szentségben, a többi szentségekben, és a keresztény nép imádságos hitében és szeretetében. Így jó ideje a keresztény népnek is van temploma. És a templomoknak különböző fajtái vannak, ami nem azt jelenti,
hogy egyik helyen jobban jelen van az Isten, mint a másik helyen, de miután vannak bazilikák, székesegyházak, templomok, kápolnák, ezzel az egyház hierarchikus rendjét kőbe épített módon is kifejezzük. Mert az egyház nem demokrácia, hanem hierarchikus rendnek, Istentől megszabott rendnek és közösségnek az együttese. És miután a templomok fejlődtek külsőleg, belsőleg nagyságra, így azután az ezredforduló tájékán megjelentek a tornyok, először a templom mellett, majd egybeépítve a templom épületével, a templomok tornyába harangokat tettek, majd pedig a csúcsát ellátták a keresztnek a jelével. Nem mindegy az, hogy mi van a tornyoknak a hegyén. Tudjuk azt, hogy van egy templom, egy torony gomb, amiben bele szokták helyezni az építéskor a legfontosabb eseményeket, az egyházközségre vonatkozó adatokat, hogy később, amikor majd felújításra kerül a sor, az akkori emberek is onnét is ismereteket szerezzenek a hitben előttük járt emberekről. De hogy mi van a torony csúcsán, az kifejez mindig egy világnézetet. Muszlim, mohamedán világban a félhold ékesíti a tornyokat. Úgy mondják, hogy Mohamed új holdkor kapta a Koránt, és ezért odatetette a minaretteknek, a török vallási épületeknek a tetejére a félholdat. A zsidók zsinagógáin a Dávid csillag látható. Azt már nem is akarom mondani, hogy a kommunista, vagy nem akarom dicsérni, de megemlítem, hogy a kommunista világban az ötágú csillag volt a tornyokon. Protestáns testvéreink közül, főként a reformátusok, a betlehemi csillagot teszik a torony csúcsára, hogy amiként annak idején a három királyt vezette Jézushoz, úgy vezessen bennünket a templom tornyán lévő csillag az Istenhez. És láthatunk még kakas jeleket, ábrázolásokat is, az pedig az éberségre, a bűntől való tartózkodásra figyelmeztet, mint ahogy Péter esetében is azt mondta az Úr Jézus, mielőtt a kakas szól, háromszor tagadsz meg engem. Figyelmezteti a botladozó embert, vigyázzon gondolataira, szavaira és tetteire. Az ortodox, de még inkább a katolikus világban a kereszt kerül a tornyoknak az ormára. A kereszt, ami először a gyalázatnak a jele volt, hiszen azon végezték ki a köztörvényes bűnözőket. Majdnem olyasmi hatást gyakorolt először az emberekre, mint ma az akasztófa. Csak Jézus kereszt halála óta, amelyen a megváltásunkat szerezte, a kereszt átalakult, diadalmas jellé és a szeretetnek a jelévé. A kereszt magába sűríti Krisztusnak az áldozatát és az életét. Éppen ezért, amikor a keresztre gondolunk, sokkal több, mint két keresztbetett fa vagy vasdarab, amit jelez, benne van Krisztus életműve, amely Szent Pál apostol szerint sokaknak a keresztre feszített Krisztus megbotránkozásnak a jele, a zsidóknak botrány, hogy az Isten fia szenvedhet, a pogányoknak meg ostobaság, hogyha egyszer a világ ura, az Isten,
akkor miért hagyja, hogy egy ilyen vége legyen földi életének? Csak hogy a kereszt az összeköti az embert az Istennel, embert az embertársával. Már a tornyok is ennek a jelei voltak. A középkori áhítat azért emelt tornyokat, hogy emlékeztesse az embereket, hogy össze kell kötni a földet az éggel, az embernek az Istenhez kell kapcsolódnia, és a vallás idegen nyelveken, például latinul is religió, az nem a megvallás szóval kapcsolatos, hanem az összekötéssel, hogy Isten és ember kapcsolatát adja a vallás. A kereszténységben ez Jézus Krisztus személyében összpontosul. Ő köt össze bennünket az Atyával, ő köt bennünket egymással össze a szeretetnek a tettei által. És ugyanakkor ez a kereszt egyfajta győzelmi jel is, amikor Jézus azt mondja, hogy látni fogjátok az ég felhőin az ember fiának a jelét, erre a legtöbb szentírás magyarázó a kezdeti időktől fogva a kereszt jelét azonosítja, hogy az fog megjelenni, mikor befejeződik ennek a világnak a sorsa. Nagy Konstantin császár, aki majd 1700 évvel ezelőtt, jövőre lesz ez a kerek dátum, látott egy alkalommal az ég felhőiből egy kereszt alakot, éppen akkor, amikor az egyik vetélytársával harcba indult. Ő már akkor kezdett foglalkozni a kereszténységgel, lehet, hogy politikai számítások is voltak benne, de aztán később meggyőződésévé lett, hogy a kereszténység az, ami ennek a világnak a megoldást tudja adni a pogánsággal szemben. Bár a kereszténység és a kereszt nem ugyanabból a szóból származik, de a kereszt jele a kereszténységnek. Látta a keresztet, s hallotta a hangot, in hoc signo vincesz. E jelben győzni fogsz. És amikor győzött, utána fölszabadította a kereszténységet, sőt, különböző kiváltságokkal is elhalmozta. A keresztben, ha nem is ilyen értelemben győzünk mi, de győzünk úgy, hogy amikor már minden veszni látszik, főként a halál alkalmával, amikor elveszítjük szeretteinket, és úgy gondoljuk, hogy na, most már mindennek vége, akkor keresztet teszünk a sírra, mert ez a kereszt győz meg bennünket arról, hogy Jézus Krisztus általa váltotta meg a világot, általa váltott meg bennünket is, a halál nem lehet utolsó szó az emberi létezésen, mert a föltámadásra is emlékeztet. Templomaink tornyán éppen ezért a kereszt sok jelentést hordoz. Figyelmeztet bennünket, akik sokszor annyira lekötjük magunkat a földi dolgokkal, hogy semmire sincs már időnk. Figyelmeztet bennünket a másik világra. Figyelmeztet arra, hogy az élet értelmét Isten nélkül soha meg nem találjuk. És éppen ezért hívő lélekkel kell a keresztre tekintenünk, egyszerre figyelmeztessen bennünket az imádságra, és figyelmeztessen az imádásra. Imádkozzunk, lelkünket emeljük az Istenhez, és imádjuk az Istent, mert egyedül
csak őt, őt azonban kell imádnunk, mert erre felszólít már bennünket az első parancs is, és ugyanakkor Krisztus keresztje az többé teszi az első parancsot, mert végtelen áldozatára emlékeztet bennünket, és ahogy akklamációként, főként a keresztúti járásakor mondjuk, de ilyenkor, amikor a kereszt megáldásának az ünnepe is van, szívből kiáltsuk, imádunk Krisztus, és áldunk téged, mert a te szent kereszted által váltottad meg a világot. Amen. Hiszek az egy Istenben. Mindenható Atyában.